Néhány napja jelent meg a hír, hogy Szerbiában három éves kortól kötelezővé tennék az óvodai nevelést. Állítólag ez a pont is része a készülő oktatási stratégiának, és hogy mit, mi a pontos elképzelés, és hogy mi mindent tartalmaz még ez az új oktatási stratégia. csak Anna Mária oktatási államtitkától kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. De tényleg kötelező lesz az óvoda három éves kortól? Nem, tehát egyelőre ez csak egy ilyen felreppent hír volt, ami én azt hiszem, hogy elég sokan megijedtek, hiszen egy óriási változás lenne ez az oktatásban. Tulajdonképpen abból indult ki ez az egész történet, hogy a PISA és az egyéb nemzetközi vizsgálatok is mind azt mutatják, hogy abban az esetben lesz a gyerekeknek jobb eredménye az iskoláztatás során, hogyha több éven keresztül vesznek részt az óvodai nevelésben, oktatásban. És, és akkor ugye, hogyha, hogyha valaki nagyon egyszerű következtetést szeretne levonni, akkor azt mondaná, hogy kötelezővé kell tenni az óvodai nevelést, és akkor nagyon jó lesz a 15 éveseknek az eredménye, de ez nem igazán így működik. Tehát most a 6 a, a éveseknek, tehát az, az utolsó év, ami az iskol, beiskolázás előtti év az óvodában, az a kötelező. És ezen a, a korosztályon kb. 96%-os lefedettséget, tud a, a minisztérium biztosítani, ami azt jelenti, hogy a, az iskola előkészítősöknek 96%-a jár óvodába, viszont tudjuk, hogy nagyon sok a várakozó listán lévő gyerek, tehát a kapacitásai az óvodáknak most messze menően nem olyanok, hogy kötelezővé lehetne tenni. Azért. Egy... Kérdeznék, hogy lenne elég kapacitás nem, arra, nem. hogy például három éves kortól mindenkit óvodába rakjanak? Nem, az biztos, hogy nem lenne, és ez lehet, hogy egy hosszú távú célként megjelölhetjük, hogy tíz éves stratégia, hiszen a stratégia Hát ugye 2030-ig fogjuk kidolgozni, 2030-ig meg lehet növelni az óvodába járó gyerekeknek a százalékát, de kötelezővé tenni eléggé irreális elképzelés, hiszen a szerbiai oktatási rendszerben csak az általános iskola a kötelező, a középiskola sem kötelező, ingyenes, de nem kötelező, és a kötelező középiskolai oktatásnak a bevezetése is évek óta próbálkoznak rajta, visszik, és ebből el... sincs. Így van, így van. Az általános iskolák esetében pedig az egyváltásos rendszer szélesebb körű bevezetéséről beszéltek, ez, erre felkészültek az iskolák? Ez is csak abban az esetben működhet, hogyha pici iskoláról van szó, tehát olyan iskoláról, amelyik csak egyváltásban tud fogadni minden osztályt. Tehát olyan esetben, ami az iskoláknak a zömében található, hogy délelőtti, is, sőt néha középváltásban is járnak a gyerekek, mert nincs az iskolának több kapacitása, ott elképzelhetetlen az egyváltásos rendszer. Tehát az egyváltásos rendszer inkább a falvakban meg olyan kis településekben, ahol egy iskolába járnak és olyan kevesen vannak, hogy csak délelőtt, illetve egy váltásban tudnának járni. Most beszélgetünk az oktatási stratégiának, a készülő oktatási stratégiának két olyan eleméről, ami egyelőre nem lesz. Mi az, ami a közeljövőben lehet? Így van. Tehát az oktatási stratégiának a, a megírása, illetve az előkészítése még csak most van folyamatban, ami azt jelenti, hogy ezen a héten, illetve a jövő héten lesznek majd olyan konzultációk tanárokkal, egyetemi tanárokkal, olyan szakmabeliekkel, akiknek valamilyen mérvadó véleménye lehet az oktatás fejlesztésével kapcsolatban. Nekünk volt a múlt héten egy konferenciánk, ahol szülőket, gyerekeket, tanárokat kérdeztünk meg, hogy mi az elképzelés, ezzel kapcsolatban, és majd ezt követően fog kialakulni egy olyan dokumentum, aminek a szövege csak egy javaslat lesz, tehát egy oktatási stratégia javaslat, akciótervel, tehát cselekvési tervel együtt, és majd valamikor szeptember folyamán fog elkészülni, szeptemberre fog elkészülni az a stratégiai szöveg, ami aztán közvitára megy. Tehát gyakorlatilag majdnem egy éven keresztül dolgoztunk, már ezt megelőzőleg olyan vizsgálatok voltak meg, meg adatoknak az elemzés ami alapján olyan ötleteket kaptak a, a minisztériumnak a munkatársai, hogy mi az, amit esetleg fejleszteni kellene, mi, azt, ami, mi az, amit amilyen irányban az oktatás kellene, hogy haladjon. De azt hiszem, hogy az elkövetkező néhány hónap majd ezt nagyon szépen lecsiszolja, és az ilyen félreértések, meg az ilyen felröppent hírek, hogy ez lesz kötelező, az lesz kötelező, tehát ez is a helyére fog kerülni, hiszen amikor valamilyen ötlet felmerül, akkor azt nagyon-nagyon kell, ki kell tervezni a, a pénzügyi, vonatkozásait is ki kell próbálni, meg ki kell elemezni, hogy mennyibe kerülne az, hát, hogyha meg ezt bevezetni. megoldható, Megoltható, úgy, mint ahogy az van. előbb is beszéltünk. Így van. A stratégia előkészítésénél a nemzeti közösségeknek a, úgy mondjam, specifikus helyzetét figyelembe veszik-e? Hát mivel én oktatási államtitkárként ott vagyok a minisztériumban, ezért különös feladatom ugye az, hogy, hogy figyeljek ezekre a dolgokra, és eddig most sikerült azt elérni, hogy annak attól független, illetve annak ellenében, hogy a korábbi stratégiában a kisebbségi oktatás egy külön, külön, feladatként volt kezelve, és nem igazán volt beintegrálva a stratégia többi részébe. Most sikerült azt elérni, hogy mindenhol, ahol az oktatásnak a fejlesztését valamilyen Szinten, vagy valamilyen területen tervezzük, oda rögtön beillesztjük majd a kisebbségi oktatás vonatkozásait. Mondok egy példát, hogyha például a, a, a tanterveknek a fejlesztéséről van szó, akkor rögtön azzal párhuzamosan a kisebbségi tannyelvű oktatásra vonatkozó tantervek is benne lesznek, illetve a szer mint nem anyanyelv, ami ugye nekünk egy borzasztóan fontos dolog, ennek a tanternek a csiszolása, finomítása szintén be fog kerülni. Vagy amikor a tank, a tankönyveknek a fejlesztéséről szól a stratégia, akkor amellett, hogy a minőséges tankönyveknek a megadásáról, biztosításáról szól a stratégia, akkor ott lesz külön az is, hogy a nemzeti kisebbségű oktatáshoz szükséges kisebbségi tannyelvű könyvek is ugyanilyen tempóban és ugyanilyen szinten, hiszen ez most az egyik legnagyobb probléma, ugye, hogy a kisebbségi tankönyvek késnek, a, a, a dokumentáció késik, tehát minden, ami a fordítással kapcsolatos, az késik, és ez valójában ez azért, azt, hogy például ne legyen egymás, más, tehát hogy ne legyen mondjuk egy késleltetett időpontban a, a nemzeti közösségeknek a... A problémáinak a megoldása, tehát ne az legyen, hogy elkészül így a van. szerb, és akkor majd utána csináljuk a magyar. Így vagy, van. Vagy, így és van. Abban az összes többi más nemzeti kisebbséget, mert ugye a fordítások miatt ezek lemaradnak. Most tudnak egyszerre párhuzamosan készülni majd? Tehát nagyon sok dolog van, ami párhuzamosan készülhet, van néhány olyan dolog, ami csak fordításként jelenhet meg, tehát ott a fordítási időre időt kell szánni, viszont már most meg tudtuk azt csinálni, hogy például a harmadikos meg a hetedik osztályos tanterv, ami majd ugye az idén szeptembertől lesz bevezetve, amikor ez a nemzeti tanács, tehát az országos nem, ö, oktatási, nem, ö, az országos oktatási tanács elé került elfogadásra, akkor ezzel párhuzamosan együtt a kisebbségi anyanyelv oktatáshoz szükséges tantervek is ezzel együtt bekerültek, ami azt jelenti, hogy egyidejűleg lesznek elfogadva, és hát ugye ezt követően majd, amikor a tantervek készülnek, itt már a kiadónak a, a leleményessége, meg, a, meg a, a motiváltsága, hogy mennyire tudja egyidejűleg készíteni a termjelvű könyvet illetve a fordítást, de nagyon nagy az esély, amikor már egy ilyen szintre jutottunk, hogy körülbelül egy időben történjenek ezek. Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk Anna Kandamária, oktatási államtitkár. Köszönöm én is a lehetőséget.